Drága Mari, nagy szeretettel köszöntelek innen Balmazújvárosról, és talán nem veszed zokon a tegeződés, hiszen te magad is örök ifjú vagy. Én Sós Csaba vagyok, Sós Imre unokaöcsének a fia, és hát itt mellettem édesapám is, ugye az unokaöcs, és nem szeretnélek most itt hosszadalmas bemutatkozással terhelni téged. Mindössze néhány mondatot, néhány gondolatot szeretnék megosztani veled, hogy milyen hatással is volt rám Sós Imrének a munkássága, az életműve, hiszen túlzás nélkül azt lehet mondani, hogy az egész gyerekkorom a Sós Imre filmek bűvöletében telt. Én körülbelül vagy 20-szor láttam a Körhintát is, és a Ludas Matyit is, úgyhogy én ezeken a filmeken keresztül szerettem meg a filmművészetet, és talán azt lehet mondani, hogy magát a művészetet is, amihez hűséges maradtam, hiszen az első diplomámat is filmtörténetből szereztem, illetve a nemrég elkészült disszertációmban is a színész témája az egy elég meghatározó szerepet tölt be, egész konkrétan Diderotnak a színész paradoxonja. És hát az a szerencse ért, hogy a munkám is a kultúrához, a művészethez kapcsolódik némileg, hiszen a helyi kulturális központnak vagyok az igazgatója, most már több mint 2 éve immáron, és a színháztermünk Sós Imre nevét fémjelzi, úgyhogy ez egy nagy büszkeség nekem is mindig elhaladni Sós Imre szobra mellett is, amikor reggelente a munkába megyek. És ezen felül igyekszünk minden évben kellőképpen megemlékezni rá a születésnapján is. 2 évvel ezelőtt például Hegedűs D. Géza járt nálunk, és idén pedig Jordán Tamás, amiről, hogyha nem tévedek, akkor te magad is értesültél, hiszen felkeresett téged, mielőtt Balmazújvárosra utazott, legalábbis ezt mondta nekem. Úgyhogy jövőre pedig 90 éves lesz Sós Imre, ebből az alkalomból Sós Imre napok néven szeretnénk egy többnapos rendezvényt, amatőr színjátszó csoportokkal, filmvetítésekkel, mi egymással, úgyhogy igyekszünk hülyek maradni az ő emlékéhez, munkásságához. Úgyhogy most át is adnám a szót édesapámnak, és hát végezetül pedig jó egészséget szeretnék innen kívánni neked. Drága Mari, köszöntelek én is. Sós Gábor vagyok, én vagyok az unokaöcs, Sós Imre Gábor öccsének a fia. Gondolkoztam, hogy mit is mondhatnék. A legelső gondolatom az volt, hogy nagyon gyakran járok be Debrecenbe, és elhaladva a látóképi csáda mellett, a Debrecenbe vezető vasútvonal mellett, mindig eszembe jut, mert hogy meghatározó élményem a Körhinta, hogy milyen jelenet játszódott le ott a vasút mellett akkor, és még annyit esetleg, hogy hát már sajnos a testvérek közül nem él senki, de amíg élők itt emlékeznek, az öregek is, ahogy a fiam is elmondta, tisztelik és a hagyományokat ápolják Balmazújvároson. Ezen kívül még annyit tudok mondani, hogy a te művészedet is nagyra értékeltem mindig, és csodálattal tudok adózni a munkásságod iránt, és én is csak jó egészséget tudok neked kívánni, és hosszú életet. Szervusz, Mari!